a junior primadi, a tudomány, a zene, a népművészet, a színház és filmművészet, valamint a sajtó terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatják azzal a célral, hogy az értékek elismerésével értéket teremtsen, s a példaképek kiemelésével példát nyújtson. A jelölések közül a szakmai zsűri a hat legkiválóbb fiatalt választotta ki, akik elnyerték a junior prima díjat 2021-ben magyar sajtókategóriában, köztük Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió riportere. feltétel nélküli elkötelezettség, hírszeretet, elhivatottság, ezekkel a szavakkal méltatta Szabó László a MediaWorks elnök vezérigazgatója Molnár H. Boglárkát, a KTV szerkesztő riporterét, akinek nem csak televíziós tudósításaiban, hanem dokumentumfilmjeiben is a hazaszeretet, a hagyományőrzés, a helyi értékek kapják a központi szerepet. Fiatalkorra ellenére tényleg nagyon széles látókörrel rendelkezik, és teljesen széles témakörökben tud kiválóan dolgozni. És nagyon tetszett az, hogy most a Covid helyzet alatt is objektíven, szépen és szimpatikusan tudta az oltást népszerűsíteni, amúgy az egész országnak az érdeke volt. Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog volt, amit csinált, és ahogy csinálta, az pedig példaértékű minden fiatal újságíró számára. Boglárka tudósításaiban a hitelességre törekszik, mindig a néző szemszögét figyeli, foglalkoztatják a rászorulók, a fogyatékkal élők, célja az ő megsegítésük. Munkáiból kitűnik a lokál patriotizmus, a hazaszeretet. Molnár H. Boglárka számára a ez a díj, mint mondta, megerősítést kapott munkájában való hitében június 4-én Trianon napján indult el a Kecskeméti Televízióban a Töretlenül Magyarok című magazinunk, aminek én vagyok a felelős szerkesztője, ami nem véletlen, hiszen az én szüleim 87-ben menekültek át Magyarországra Erdélyből, a Ceausescu rendszer üldöztem édesapámat, ezáltal édesanyámat is, és és ugye íróként és színésznőként szüleimnek is az volt mindig a hitvallása, azt tartották szem előtt, hogy a, hogy a magyarság mellé álljanak. Ők a magyarság mellett tették le a boksukat, és ö, én is ezt szeretném továbbvinni a jövőben, és ez a magazin is pont ezért hivatott létrejönni, hogy az anyaországi és az elcsatolt területen élő magyarság között egy híd legyen. A díj komoly ösztönzést szeretne adni az ifjú tehetségek kibontakozásához. A Széchenyi Kártya programot indító Kavosz ZRT kezdetek óta a Prima Primissima díj egyik támogatója volt, de 2014-től önálló szerepet is felvállal a tehetségek támogatásában, mert a társalapítóként a Junior Prima díj sajtó kategóriájának gondozója lett. A vállalkozások és a, és a, a, a sajtó közé egy olyan átjárót építsünk, és azokat a fiatal embereket, akik ebben a szakmában dolgoznak, egy olyan időközbeni elismeréssel illessünk, amelynek alapján ők fel tudják szívni magukat, és mennek tovább, és egy ilyen díjjal a birtokukban jó példát mutatnak a többi sajtómunkásnak, médiában dolgozó kollégának, valamint ez nekik is egy megerősítés a saját életük, az eddigi pályafutásukról a Prima Primissima díjat Demián Sándor vállalkozó a Vállalkozók Országos Szövetsége támogatásával alapította 2003-ban. A díj küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé, azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. A Prima Primissima életre hívói 2007 óta önálló díjjal jutalmazzák a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 30 év alatti fiatalok közül azokat, akik a jók között is a legjobbak.